Sziasztok, Molnár Péter vagyok, üdvözöllek titeket a Freezer Gymben. A mai napon az új szerzeményünket szeretném bemutatni nektek. Egy 30 fokban dolgoztató melnyomó gépet, a Hoist márka képviseletében. Nagyon szeretem ezt a gépet, mert fiatalon én is beleestem abba a hibába, hogy erősnek éreztem magam, és elnyírta a vállizületemet a fekvenyomás. És ez a gép visszahozta az életembe a dőlészökben végzett nyomásokat. Akkor bemutatnám a szélesfogást. Amit láthatjátok, a gépnek van egy mozgása pluszba, amivel a vállizületről ugye leveszi a terhelést. Ez az, ami különlegesé teszi a Hoist márkát. Szélesfogással dolgoztam, ezáltal a felső részét dolgoztatom a mellizomnak. Szűkfogást is alkalmazhatunk. Szűkfogásnál arra kell figyelni, hogy a könyökünket ugyanúgy tartsuk, mint a fekvenyomnánk, tehát nem engedjük be a törzs mellé, mert akkor a triceps túl sokat venne föl a mell munkájába, és azt vennénk észre, hogy baromi nagy lesz a karunk, de nem lesz semmi mellizmunk. Ezt elkerülendő, nem beszélünk és odafigyelünk edzés közben. Ami még nagyon tetszik és különlegesebb a gépben, hogy váltott karral is végezhető, így jobban tudsz koncentráltan tudsz dolgozni adott izomcsoportra, akár az edzés végén egy plusz gyakorlatként felfogható a váltott kar. Egy kicsit elbillensz abba az oldal, arra az oldalra, amelyeken dolgozni szeretnél, és koncentrálsz magára a mellizomra. Ugyanez szűken, kivitelezve. Teljesen érezhető, hogy a belső része húzódik össze. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk a Freezer Gymben.